Sziasztok, vaperek, gőzlérek. Az arc nélküli vaper vagyok. Ma, amin kiakadtam, nem most kezdődött. Facebook. Amióta Facebookon felütötte magát a sok elcigi csoport, azóta totál káosz van. Adok veszek. Piac, bőrze, használó, párásító. Nem azzal van a baj, hogy van, mert kell. A mai világban minden kell. A hülye kérdésekkel van a bajom. A leghülyébb kérdések. Nincs olyan, hogy leghülyébb. Egyik hülye kérdés jön a másik hülye kérdés után. Amit nagyon nem szeretek. Amikor jön a kérdés, van 20 centi hármas húzalom, hány menetet tekerik belőle, hogy egy ohm legyen? Pazd meg! Táblázatok! Tapasztalat! De legrosszabb esetben ne csak 30 centit legyen, hanem vegyél egy spulnit, és próbálgass, vegyél egy ohm mérőt. Nem akarom azt mondani, hogy ohm tesztert. Mert az már drága. De gyakoroljatok. Anélkül nem lesz tudás, csak használás. Aki használja, az használja. Aki tudni is akarja, hogy mit használ, az egy kicsit járjon utána, nézzen utána. És próbálkozzon vele. Ha régen ezeket csináltuk volna, hogy minden megkérdezünk, ma nem lenne olyan, hogy Szabóm, meg Cloud Chase, meg anyám kínja. A másik kedvenc kérdésem. Van x milligrammos levesem. Mennyit tegyek hozzá, hogy ennyi legyen? Nem értem. Matek nem megy. Ha van 8-at levesed, 4-es szeretné belőle, nullásból ugyanígy töltesz mellé, és utána aromázol. Nem értem! Nem! 36-os legyírva, 6-os legyen belőle. Nem megy. Tudod, 6x6, 36, segjön a 100-re patta a 6. Másik kedvenc kérdés. Egyfolytában kiborulok tőle. Miben különbözik a varivat, varivolt, a mehától? A varivat, varivoltban van elektronika. Mehában nincs. Az egy cső, aksi bele, kazán rá, csú! Ennyi! Ezzel mit nem lehet érteni? Le van írva, az oldalakon is, hogy mechanikus. Minden rendben? Fejlődni kéne, olvasgatni, utána nézni. Ami az egyik legfontosabb. Ha kérdést tesztek fel, ne szálljatok vitába a válaszolóval. Legrosszabb dolog, az olyan, mintha magamat rúgnám seggbe. Gondolkozzatok, ha kérdeztek valamit, kaptok rá választ. De előtte, olvassatok. Olvassátok el, hogy esetleg valaki föltette már a kérdést, és megkapta rá a választ. Esetleg ott, nála, kommentbe, tovább folytatható a kérdés. A Facebook gyönyörűsége, ha egyszer valamire hozzá kommenteltél, egyfolytában jelzi, hogyha változás van rajta. Gondolkozzatok el rajta. Nagyon, nagyon, nagyon. Sziasztok! Még élvek.